Én is jó napot kívánok mindenkinek, amit látják ez az emberi erőforrás, ami rendelkezésünkre áll. Itt van, amikor a hátam mögött, van, amikor előttem, van, amikor mellettem, néha még egy kicsit fölöttem is. Az, ami történt, az a személyi átalakítás a minisztériumunkban, az az emberi erőforrásnak és a szakmai erőforrásnak a bővítését jelenti, azt kell, hogy szolgálja. Olyan feladatok vannak, olyan bővülő feladatok ebben a tárcában, amik szükségesé teszik azt, hogy tovább erősítsük ezt a minisztériumot. Ez új személyeknek a bevonását jelenti, két új államtitkár érkezik a minisztériumba, és személycseréket is jelent. Talán kezdem a személycserékkel. A kultúra területén El Simon László államtitkár urat Halász János államtitkár úr fogja váltani. Azok a véleménykülönbségek, elsősorban az együttműködésben mutatkozó véleménykülönbségek, amik köztem és az államtitkár úr között, El Simon László államtitkár úr között megszilárdultak, azt a döntést eredményezték, hogy a továbbiakban ebben a formában nem fogunk együttműködni. Világossá szeretném tenni azt, hogy én nagyon nagyra értékelem nem csak a személyét az államtitkár úrnak, hanem a munkáját is. Úgy gondolom, hogy egy kreatív, lucidus kultúrpolitikus, akinek a munkája a polgári oldalon nélkülözhetetlen, ezért arra kértem a Fidesz frakcióvezetőjét és a KDNP frakcióvezetőjét, valamint miniszterelnök urat is, hogy támogassák azt, hogy El Simon László a kulturális bizottságnak az élén folytathassa a munkáját, tehát hogy vissza tudjon térni a kulturális bizottságnak az élére. Bízom benne, hogy majd ilyen formában az együttműködésünk jobb lesz, mint ahogy ez a minisztériumon belül volt. Utódja Halász János államtitkár úr, azt gondolom, ezt különösebben nem kell indokolni, már bizonyított, hiszen ő volt már a kulturális tárcának az államtitkára az első Orbán kormány idején, amikor ezt Nemzeti Kulturális Örökség minisztériumának hívták, tehát egy ilyen kipróbált ember lesz, aki ezt a munkát folytatja. Amikor én miniszter lettem éppen a mai napon 9 hónappal ezelőtt, akkor úgy gondoltam, hogy miután számomra a hátrányos helyzetű emberek felzárkózása és fölzárkóztatása az egy nagyon fontos kérdés. Azt is mondhatnám, hogy szívügyem, ezen belül a roma ügy pedig különösen. Úgy gondoltam, hogy ezt miniszterként tovább szeretném vinni, anélkül, hogy államtitkárt jelölnék utódomnak. Be kell látnom, hogy az én kapacitásom se végtelen. Azt hiszem, hogy szükség van arra, hogy megerősítsük ezt az államtitkárságot. Langerné Viktor Katalin helyettes államtitkár asszony nagyon kiválóan vitte a szakmai munkát, de ez a szakmai munka, ez nem mindig érkezik meg, sem nem a választópolgárokhoz, sem nem nemzetközi szinten. Ezért gondoltuk azt, hogy Kovács Zoltán államtitkár úr, aki a közigazgatás és igazságügyi minisztériumból érkezik, alkalmas arra, hogy mindazt, ami ma a roma fölzárkózás ügyben Magyarországon történik, és ami felé egy nagyon komoly nemzetközi figyelem irányul, amiben nagyon sok az újítás, nagyon sok az erősödés, miközben még messze nem vagyunk természetesen a sikernek még a kapujában sem, de legalább elindultunk egy jó úton. Ezt elmondani ma, amikor egyébként a roma, nem roma, magyar együttélést bizony nagyon súlyos gondok terhelik, elmondani úgy a polgároknak, az ország lakosságának, hogy megértsék, hogy mindaz, ami a romák érdekében történik, az az egész ország érdekében történik, ami a kisebbségért történik, az elsősorban a többségért történik, erre kiválóan alkalmas államtitkár úr, és nemzetközi szinten azt az elismerést, amit kivívtunk az Európai Roma Keresztratégiával, úgy gondolom, hogy azt is jól meg tudja majd védeni nemzetközi szinten. Köszönöm szépen. És még egy fontos mondat, azt hiszem itt az, hogy Kovács államtitkár úr nem a Rózsadombról érkezik, hanem Abaújból. Ma az Európai Unió harmadik leghátrányosabb helyzetű térségéből, tehát ő fogja tudni, hogy miről beszél. Ő onnan jön, abból a világból, pontosan látja a problémákat is, pontosan látja az embereknek a gondjait, a bajait, és pontosan látja azokat a lehetőségeket is, meg azokat a feladatokat is, amiket el kell ahhoz végeznünk, hogy az a nyomorúságos állapot, amiben ma sajnos Magyarországon nagyon sok hátrányos helyzetű ember él, annak vége szakadjon, vagy abból kiutakat tudjunk fölmutatni. A másik fontos területe a minisztériumunknak az az oktatásnak a területe, ezen belül is a felsőoktatás. Gondolom, azt senkinek nem kell bizonygatni, hogy a felsőoktatás területén olyan nagy feladatok állnak előttünk, a reformnak a kiteljesítése, a felsőoktatási reform kiteljesítése, amelyik egy teljes embert kíván. Ezért megköszönve Hoffmann Rózsa államtitkár asszonynak a munkáját ezen a területen, fölkértem
dr. Klinkhammer István professzor urat arra, hogy államtitkári rangba vigye tovább a felsőoktatásnak az ügyét. Hofman Rózsa államtitkárasszony pedig azt a munkát végzi, amelyik szintén teljes embert igényel, a köznevelésnek az ügye, ahol most ott tartunk, hogy föltegyük a koronát arra a munkára, amit eddig is végzett, szeptembertől a nemzeti alaptanterv elindulásával, a pedagógus életpálya elindulásával. Úgy gondolom, hogy lesz ott annyi munka, ami valóban teljes embert igényel. És hogyha kiszámolták ezt a puzzle-t egy kicsit, akkor látnak még egyetlen egy fontos lukat, amit még be kell töltenünk, ez pedig a parlamenti államtitkárnak a személye. Eddig a parlamenti államtitkár Halász János volt, ő lesz ugye a kulturális államtitkár, politikai államtitkári feladatra Doncsev András kértem föl. Doncsev András nem új ember a politikában, eddig a háttérben dolgozott, és hosszú ideig mi a háttérben együtt is dolgoztunk, tehát teljes bizalmat élvezi az ő politikai tisztánlátása és munkabírása, az jó reményekkel kecsegtet arra, hogy ezt a munkát el fogja tudni végezni. Most a háttérből az előtérbe lép, de arra kértem őt, miniszterelnök úrral egyetértésben, hogy továbbra is a sajtó irányítását, a minisztérium kommunikációját továbbra is ő irányítsa. Ezek a változások, és arra gondoltunk, hogy néhány szóba az államtitkárok az új arcok közül és a régi arcok közül, akiknek a munkájában változás áll benn, mondjanak néhány szót önöknek, és aztán természetesen lehetőségük lesz a kérdéseiknek a föltételére. Köszönöm szépen, miniszter úr, tisztelt érdeklődék! Egyetemi pályafutásom során volt egy mottóm. 1804-ben Vedres István, az akkori Pesti Egyetemen végzett hallgató, aki Szeged ármentesítéséhez készített a mappációt, azt írta fel, hogy ami jó és hasznos, ha ma el nem végzed, hidd el annak kárát holnap mindjárt érzed. Ez a mondás, ez most is időszerű. A tudásipar jó felkészült, nagy tudással felvértezett hallgatókat kíván. Ez mindenki közös érdeke, hiszen abban az ominózus 6 pontban, amit találkoztak, mint diákkövetelést, és a rektoroknál is ez előjött. Az első pont az, hogy a magyar közoktatást és felsőoktatást meg kell reformálni, modernizálni kell. Ez bizony így van, ez már megkezdődött. Minden egyetemi polgára szükség van, a tanársegédtől professzorokon át a rektorurakig, illetve a hallgatókig, akik kért tulajdonképpen az egyetem van, és a fenntartóért is. És ebbe szeretnék először nyugalmat hozni, aztán olyat, hogy közösen együtt a magyar diploma megint olyan értékes legyen, és mindenki a tanulással, tanulmányokkal, kutatással foglalkozzon, mint arra volt példa, mondhatom azt, évszázadokon keresztül. Ha ezt sikerül megteremteni, akkor azt hiszem nyugodt szívvel mondhatjuk azt együtt, hogy Magyarország javára tettünk valamit. Köszönöm az érdeklődésüket. Köszönöm szépen, miniszter úr, hölgyeim és uraim! Kicsit hosszabb leszek, mint Klinkhammer professzor úr, hiszen egy távozó államtitkárnak azért az elmúlt hónapok munkájáról is részben be kell számolni. Először is azt szeretném elmondani, hogy mindenki számára világos legyen, egy miniszternek joga van megválasztani a munkatársét, egy államtitkárnak pedig amennyiben leváltják, kötelessége ezt méltósággal tudomásul venni. Én ugyanakkor megköszönöm a lehetőséget, megköszönöm, hogy 8 hónapig a területet irányíthattam. Természetesen nem úgy készültem 8 hónappal ezelőtt, hogy nem ennek a kormányzati ciklusnak a végéig fogok dolgozni, de ahogyan azt miniszter úr is mondta, olyan véleménykülönbség, olyan személyes véleménykülönbség volt több kérdésben közöttünk, nem szakmai elsősorban, amelyek nyilvánvalóan arra kényszerítenek engem is, hogy miniszter úr döntését elfogadjam. Ugyanakkor engedjék meg, hogy azt is megköszönjem, hogy miniszter úr erre utalt, mert a sajtóban nagyon sok találgatás jelent meg az utóbbi hetekben,
illetve az utóbbi napokban, bocsánat, amelyek a lehetséges távozásom indokaként fogalmazottak meg. Ezek mind kacsának minősülnek. Nem a Magyar Művészeti Akadémia a köztünk meglevő véleménykülönbség fő oka, nem az, amit itt valamelyik nap leírt, hogy én az utolsó pillanatban a Művészeti és Szabadművelési Alapítvány élére kineveztem egy kuratóriumot, de hogy is miniszter úr nevezte ki, teljesen természetesen a javaslatomra, hiszen az alapító jogokat a miniszter gyakorolja. Itt teljesen másról van szó, ami a mi kettőnk magánügye, és ezt mi meg is szeretnénk magunknak tartani, úgyhogy kérjük a sajtók, kérem a sajtó képviselőit, hogy a szakmai munkára, a szakpolitikára koncentráljanak, és ne a köztünk meglevő véleménykülönbségre. Ahogy miniszter úr is jelezte, a jövőben együtt fogunk dolgozni, én személy szerint abban vagyok érdekelt, hogy a kormánykoalíció a 2014-es választásokon sikeres legyen. Ennek a sikernek az érdekében azt a szakpolitikai munkát, amit megkezdtünk, folytatni kell. Halász államtitkár úrral közel egy évtizede dolgozom együtt. Biztos vagyok benne, hogy amennyiben a parlamenti frakciótól azt a bizalmat megkapom, amelyre miniszter úr itt az előbb utalt, akkor nem oppozíciója lesz a Parlamenti Kultúrás Bizottság a szaktárcának a néppen segítője, éppen a szakpolitika alá fog dolgozni, tehát egy kedvező fordulat lesz a ilyen módon a szakpolitikában is érzékelhető, és még annyit, hogy miniszter úr, abban is megegyeztünk, hogy a Nemzeti Kultúrás Alap alelnöki feladatot is tovább viszem, amit köszönök. Engedjék meg, hogy címszavakban csak felsoroljak néhány dolgot, ami fontosnak tartok az elvégzett munkából. Nagyon örülök, hogy az új múzeumokról, könyvtárak és közművelődési intézményekről szóló törvényt el tudtuk fogadni, és egy új közművelődési intézményrendszer alapjait tudtuk letenni. Nagyon örülök, hogy problémamentesen zajlott a vidéki kultúrás intézmények átadás, átvétele, az önkormányzatoknak való átadása. Az Alfa programnak a tavalyi pályázata óriási nagy siker volt az önkormányzati fenntartású múzeumok életében. Az uniós forrásokból támogatott múzeumi beruházások tavaly szintén komoly eredményt hoztak. Elkészültünk, és a kormány elfogadta a múzeumi negyeddel kapcsolatos előterjesztéssel. Létrehoztuk a Magyar Nemzeti Levéltárat tavaly októberben, ami a magyar levéltári rendszer életében az elmúlt 100 évben a legnagyobb változás. Ez problémamentesen történt, és több mint 1,2 milliárd forinttal növeltük az idei évre a vidéki levéltáraknak a finanszírozását. A közművelődési területén létrehoztuk a Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézetet, amely nagyon fontos bázis lesz a vidéki magyar közművelődési munkának, és hát megoldottuk két év agónia után az átmozik támogatását is, valamint a Nemzeti Kultúrásnál és a Balassi Intézetnél a tárca támogatásával olyan programokat indítottunk be, mint például a Magyar Irodalom külföldi megjelenítését szolgáló Publishing Hungary program évi 100 millióval, vagy évi 200 millió forinttal az a köztéri szoborállítási program, amely példa nélküli volt a rendszerváltás óta. Sorolhatnám tovább az eredményeket, én a sajtó képviselőinek külön interjúban ezeket szívesen elmondom. Zárásul csak engedjék meg, hogy megköszönjem a munkatársaimnak a segítségét. Én nem azon államtitkárok közé tartoztam, akit elgáncsolt az apparátus. Nekem külön megtiszteltetés volt az, hogy a magyar szakpolitika, a magyar közigazgatási kar legkiváló szakemberével dolgozhattam együtt. Köszönöm a segítségét Hammerséglit helyettes államtitkárasszonynak, kabinetfőnökömnek, Hornyák Tibornak, a Kultúrás Fejlesztési Örökségvédelmi Igazgatási Főosztály vezetőjének, Benkőni Kizsuzsának, a Művészeti Főosztály vezető Boros Gézának. Azért mondom el a neveket, mert a kollégák neve sosem hangzik el, pedig nélkülük nincsen szakpolitika. A közművelési főosztályon írálló Cserép Lászlónak, majd az őt váltó Beke Mártonnak, a Nemzetközi Kulturális Kapcsolatok főosztály vezető Jékeli Zsoltnak, majd a nyugdíjazása után a helyére lépő Lázár Imrének, a közgyűjtemény főosztály vezető Sepsinéni dr. Víg Anna Máriának és a kulturális jogi osztály vezető dr. Orovec Péternek. Ők voltak azok, akik a munkatársaikkal az én munkámat segítették, és nekik köszönhetően tudtam szolgálni a kormányt, a magyar kultúrát, miniszterurat és valamennyi kollégát. És végül még megköszönöm azoknak a leveleit és üzeneteit, akiktől az elmúlt napokban sok megkeresés érkezett hozzám. Számomra is meglepő volt, hogy többen írtak aggódó levelet, meg aggódó üzenetet, és több aggódó telefonhívást kaptam, mint ahányan gratuláltak a kinevezésemkor. Ha Klinkhammer professzor egy mottóval kezdte, én egész életemben, szinte minden füzetemre azt a mottót írtam rá,
magam számára programként, vagy üzenetként, hogy szubpondere, kresszit, pálma. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok, kedves hölgyeim és uraim! Én a folytatásról és az együttműködésről szeretnék beszélni. Magyarország megújulása során nagyon fontos szerepe van a kulturális intézményrendszer átalakításának. 20 éves adósságot pótolunk most. Elindult ez a nagy munka, zajlik, ezt kell folytatni. A folytatás ebben a tekintetben fontos. Azt hiszem, hogy az, ami elhangzott államtitkár úrtól az imént, a szakterület részprogramjai szintén mind olyan sikereket mutatnak, amelyeket folytatnunk kell, és folytatni fogjuk. És együttműködésben minisztériumon belül, miniszter úrral, akinek köszönöm a bizalmát, együttműködve államtitkár kollégáimmal, hiszen ha csak az oktatás területére, köznevelés, felsőoktatásra gondolunk, a szociális területre, ifjúságügyekre, egyházügyekre, civil ügyekre, le sem lehet tagadni, hogy ezen területek a kultúrával együtt, a kulturális szakpolitikával együtt többre jutnak, többet tudnak adni a magyar embereknek. Ezért fogunk együttműködni, egyébként nem csak minisztériumon belül, hanem úgy, mint eddig, más minisztériumokkal és az intézményesült civil szervezetekkel. És még egy személyes gondolatot engedjenek meg, szintén az együttműködés jegyében. Én, mint frakciótag, nagy örömmel fogom megszavazni Simon államtitkár úr újra bizottsági elnöki posztját, hiszen vele is nem csak mint bizottsági elnökkel, hanem mint jó baráttal és mint szakpolitikusi harcostársal fogunk ezután is együtt dolgozni. Köszönöm szépen. Miniszter úr, hölgyeim és uraim! Balogh Zoltán még államtitkárként a KIM-ben 2010-ben az Európai Uniós programsorozat, illetve Európai Uniós elnökségünk elővezetéseként nemzetpolitikai és nemzetstratégiai szempontból kiemelt területnek jelölte meg a felzárkózás politikát. Én azt gondolom, hogy ennek a szellemében tevékenykedett, és ennek szellemében értük el azokat a sikereket európai szinten is, és idehaza is, amelynek szellemében ezt a munkát folytatni kell. Mutatja a téma jelentőségét, fontosságát és kiterjedtségét. Én az ehhez szükséges fegyelemmel, illetve az ehhez szükséges alázattal szeretném folytatni ezt a munkát. És talán még annyit tennék hozzá, miközben megköszönöm a miniszter úrnak azt a bizalmat, amellyel ez a felkérés érkezett, illetve amellyel én ezt el is fogadtam, hogy nagy-nagy köszönet illeti magát a közigazgatási és igazságügyi minisztériumot és Navracsics Tibort, aki alatt 2,5 éven keresztül rendkívül intenzív és kiterjedt munkát folytathattam. Azt gondolom, hogy az ott szerzett tapasztalatok jól hasznosulnak majd ezen az új területen is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Sajtófőnökként ahhoz szoktam, hogy mindig én kezdem a sajtótájékoztatókat, úgyhogy most viszont én zárom, és ez rendjén is van így. Szeretném megköszönni mindenekelőtt miniszter úr bizalmát, hiszen, ahogy ő is elmondta, a háttérből érkeztem, leginkább a háttérben tevékenykedtem az elmúlt 12 évben. Azt gondolom és hiszem, hogy sikerült az elmúlt 12 évben annyi politikai tapasztalatot gyűjteni, amivel majd szolgálhatom a hazámat. És az, hogy én most előtérbe állok és a minisztérium vezetői között lehetek, az is csak látszólagos dolog, hiszen elsősorban háttér munkának tekintem a feladatomat továbbra is, amivel a miniszter urat, a minisztériumot és mivel az egyik legnagyobb szolgáltató minisztériumról van szó, a magyar embereket tudom szolgálni, és hogyha már itt mottók hangzottak el, akkor én is szeretnék egyet elmondani, szerintem ez lesz a legrövidebb. Bolgár dédapám bocsátotta mindig úgy útjára a gyerekeit, hogy azt mondta, hogy umnata, amit annyit tesz, hogy ésszel. El szeretném tartani magam. Köszönöm szépen. Hát az első az, hogy a nyugalmat úgy, hogy az egyetemi polgárok, fogalmazzak így, tegyék azt, amire készülnek. Az oktatók oktassanak, a laborokban végezzék a kísérleteket,
könyvtárok legyenek tele, és hallgatok jó szívvel, lelkesedéssel. Meggyőződésem egyébként, hogy így tesz az öme, tanuljanak, és azok a problémák, amelyek fölmerültek, azok pedig együttműködéssel, közösen valamilyen módon oldódjanak. Nekem úgy tűnik, hogy a 6 pontból az előbb utaltam rá, az első 5, az a megoldás útján haladnak a dolgok. A 6. ez úgynevezett hallgatói szerződés kérdése. Itt is meg biztos vagyok benne, hogy jó szándéka, jó indulattal, kötelességtudattal a hallgatók is azt fogják tenni, amit tulajdonképpen a társadalom elvár tőlük, és amihez a társadalom megadja a segítséget. Azt tudom mondani, hogy tapasztalatom alapján pessimista vagyok, de tervem optimista. Ezt a mondatot Gramsci-tól örököltem, aki egy jeles olasz szociáldemokrata gondolkodó volt. Bocsánat, kérek, még mielőtt egy fontos információt nem mondtunk. Ezekre a változásokra február 27-én kerül sor, tehát ebben a hónapban még kitölti mindenki a mandátumát, és a köztársasági elnök úr akkor fogja átadni a megbízó levelét az új államtitkároknak, tehát február 27. Ha megengedi, szívesen válaszolok erre is, de inkább hagyjuk meg ezt most a minisztérium bővítése témájának, ezt a mai sajtótájékoztatót. Nem igaz, nem hozzám kerül. Különböző variációk vannak, még döntés még nem született, és a különböző szakpolitikákban vagy szakmacsoportokban különböző számok vannak, amiknek az összesítése az én most folyik, tehát én konkrét számot nem mondanék ebbe az ügyben. Nagyságrendben néhány ezer orvosról van szó, néhány ezer egészségügyi dolgozóról, tanárok is körülbelül valamivel kisebb nagyságrendben érintettek ebben az ügyben. Az nagyon fontos tudni, hogy akinek a munkájára szükség van továbbra is, úgy, hogy egyébként már nyugdíjas korban van, azoknak a felmentését kérni fogjuk, és azt egészen biztos a kormány támogatni fogja, és azt is meg fogjuk oldani, hogy egy olyan kompenzációban részesüljenek egyébként, hogyha nem tud nélkülük működni az az intézmény, ahol dolgoznak, ami egyébként körülbelül meg fog felelni a nyugdíjuknak. Tehát ezek az alapelvek továbbra is állnak. Most összegezzük a számokat és azt a jogi megoldást, hogy hogyan is lehet ezt a nem egyszerű operációt elvégezni, azt pedig szintén a megvalósulás útján van. Kérem a sajtótájékoztató tárgyában folytassák a kérdés felszólítását. Tessék! Mi a véleménye a Magyar Művészeti Akadémiáról, illetve helyesnek tartja el, hogy a mutatók kiadjon a átkerül a Magyar Művészeti Akadémiához, illetve mit tesz azért, vagy tesz-e azért valamit, hogy a Magyar Művészeti Akadémia a műcsarnok működésébe is bele tudjon szólni, nem is erről még nincsen döntés, milyen a viszony a Fekete Györgyel. És szeretném a műfelület megkérdezni arról, hogy mik voltak ezek a konfliktusok, a Simó László államtitkár úrral, hogyha nem szakpolitikai és nem politikai ügyek, akkor valamit lehetnek ezek a súlyos konfliktusok. Köszönöm szépen. Péter, segítene, mert olyan sokat kérdezett, néhányra emlékszem, de ha valami elmarad, akkor majd tegye föl újra. Jó viszonyom van Fekete Györggyel, remélem ezt ő is visszaigazolja majd önnek, hogyha megkérdezi. Támogatom azt a törvényt, amit a kormány benyújtott a parlament elé természetesen, és nagyon helyesnek tartom ezt a lépést, ami a műcsarnok tulajdonjogát is illeti. Egyébként pedig az imént is említettem a folytatást és az együttműködést, ebbe beleértem a Magyar Művészeti Akadémiát is, hiszen amikor azt mondtam, hogy úgymond intézményesült szervezetekkel, akkor természetesen rágondoltam elsősorban. Mi volt még? Hogy egyelőre ez a szomszédhelyzet előszok törvény nem szól arról, hogy az MMA a műcsarnok működésével is. Igaza van, egyelőre nem szól róla. Amikor erről szólni kell, azt önökkel, mindenkivel természetesen közöljük időben. Köszönöm szépen.
véleménykülönbségekről beszéltünk, és arról beszéltünk, ezek nem szakmai és nem politikai természetűek voltak, és államtitkár úr abban is megegyeztünk, hogy ez ránk tartozik kettőnkre, tehát ez nem a nyilvánosságra tartozik. Ha szakmai és politikai lenne, akkor természetesen kötelességünk lenne ezt itt előtárni, tehát még csak nem is konfliktusokról, hanem véleménykülönbségekről volt szó. Ez azért fontos, mert azt olvastam talán éppen a Népszava írásában, de lehet, hogy másod, hogy én nem azért távozom, mert nem értek egyet a kormány kultúrpolitikájával. Tehát kérem, a kormány kultúrpolitikáját 99%-ban én alakítottam. Nyilván voltak olyan kérdések, amelyekkel nem értettem egyet, de sokszor elmondtam, a mi politikai közösségünk egy demokratikus politikai közösség, abban a véleménykülönbség is belefér. Nem azért távozom, mert véleménykülönbség van köztünk. Véleménykülönbség ezután is fog maradni, és teljesen természetes, hogy ütköztetjük a véleményeinket. Ha lehet, akkor én azt mondanám, hogy ne kezdjük tovább, ne folytassuk a találgatást, miniszter úr és én köztem habitusbeli különbség van. És ez a habitusbeli különbség, ez egy olyan helyzetet teremtett, aminek köszönhetően miniszter úr így döntött, és ezt a döntését én, mint ahogy az előbb is mondtam, méltósággal fogadom. Nem kell erről többet beszélni, mert nem szakmai okok miatt távozom a tárca éléről. Mármint úgy értem, hogy az államtitkárság éléről. Ennyit a habitusról. Ennyit a habitusról. Még egy utolsó, jó? Maruzsa államtitkár úr továbbra is helyettes államtitkárként dolgozik természetesen ugyanabban a feladatkörben. Tehát nem az ő munkája helyett, hanem az ő munkája felé tettünk egy irányítót Klinkhamár professzor úrnak a személyében. Utolsó, tényleg az utolsó, mert is teremték. Ha lesz államtitkár úrhoz kérdezni, mert részben tennestem az államtitkár úrtól is, hogy a kulturális intézményvezetői kinevezések rendszerének átalakításával, azzal a típus átalakításával, amit első morában titkárból javasolt, ő egyetérte, vagy lát-e dolgozunk ezen a kérdésen, már úgy értve, hogy a frakció is. De hát erről első van államtitkár úrtól korábban sokat hallottak. Én e tekintetben még előrébb is járok nála. Ugyanis emlékszem arra a tavaly nyári időszakra, amikor az érintett törvény módosítása volt, és konzultáltunk arról. Én magam szándékoztam módosító indítványt is benyújtani, éppen olyan irányba közel ilyen tekintetben tartalommal, mint amiről most államtitkár úr beszél. De ez egy olyan vita, amit egyébként nem csak a frakcióban, hanem a kulturális élettel, a kulturális élet szereplőivel, nem azt mondom, hogy az érintettekkel, annál sokkal tágabb körben meg kell beszélnünk. De ez zajlik is. Számtalan reakciót kaptunk arra, hogy mit gondolnak a kulturális élet szereplői erről az ügyről. Mérlegelni fogjuk a véleményeket, és a legjobb döntést fogjuk meghozni. Köszönjük szépen!